bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő egyszülött fiától, a mi úrunk Jézus Krisztustól, a Szentlélekkel egyetemben. Amen. Krisztus kereszt halálára emlékező keresztény testvéreim, hallgassuk hát nagypéntek történetét, úgy, ahogy megvan írva számunkra ezen az ünnepi órán, Lukács evangéliumának 23. részében, a 33-tól a 46-ig terjedő versekben, a következőképpen. Mikor pedig elmenének a helyre, amely koponya helyének mondatik, ott megfeszíték őt és a gonosztevőket, egyiket jobb kéz felől, a másikat bal kéz felől. Jézus pedig mondta: Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mint cselekeztek. Elosztván pedig az ő ruháit, vetének reájuk sorsot. És a nép megáll nézni, csufolák pedig őt a főemberek is azokkal egybe mondván: egyebeket megtartott, tartsa meg magát, ha ő a Krisztus, az Istennek a választottja. Csufolák pedig őt a vitézek is, oda járulván és ecettel kidálván őt. És ezt mondván néki: ha te vagy a zsidóknak ava királya, szabadíts meg magadat. Vala pedig egy felirat is fölébe írva, görög, római és zsidó betűkkel: ez a zsidóknak ava királya. A felfüggesztett gonosztevő közül pedig az egyik szidalmazá őt mondván: ha te vagy a Krisztus, szabadíts meg magadat, minket is. Felelné pedig a másik megdorgálá őt mondván: az Isten nem féledete, hiszen te ugyanazon ítélet alatt vagy, és mi ugyan méltán, mert a mi cselekedetünknek méltó büntetését vesszük, ez pedig semmi méltatlan dolgot nem cselekedett. És mondta Jézusnak: Uram, emlékezzél meg én rólam, mikor eljössz a te országodban. És mondanék ki Jézus: bizony mondom néked, ma velem leszel a paradicsomban. Vala pedig mintegy 6 óra, és sötétség lőd az egész tartományban, mint 9 óráig. És meghomályosodék a nap, és a templom kárpítja középen ketté hasadva, és kiáltván Jézus nagy szóval mondta: Atyám, a te kezeidbe teszem le az én lelkemet, és ezeket mondván meghalom. Legyen áldássá hát életünkre nézve meghallgatott szent ige, hogy teremjünk dicsőséget Istenek nagy nevére. Gyertek, csendesedjünk el. Urunk, édesekünk, őszinte hálával és alázattal borulunk eléd ezen az ünnepen, azért a hatalmas szeretetedért, amelyet kiárasztottál erre a világra, s amelyben vállaltad a mi bűneinket, a mi vétkeinket, fölvitted oda a Golgotára, hogy az Isten kegyelmét elhozd, hirdesd és továbbadd a benned bízónak. Köszönjük neked, Jézus, a kereszt csodáját. Köszönjük, Uram, a Golgotát, azt a szolgai emberi formát, amit vállaltál ezért az ember világért, hogy ne érezze egyedül magát az emberi lélek. Segíts, Uram, ezen az ünnepben ott lenni melletted, ott lenni az úton egészen a Golgotáig. Segíts megérteni és megérezni, hogy mindaz, ami teher, ami gond, ami szenvedés, ami átka, vétke ennek a világnak, az minden ott van már a te vállaidon. És emeled és viszed ma is úgy, mint 2000 évvel ezelőtt oda az Atya elé, hogy az Isten bocsánatát elhozd ennek a földnek. Bocsáss meg, Urunk, ha sokszor kételkedünk ebben,
ha sokszor a keresztény súlya alatt roskadozva mi érteket kiáltunk, és nem értjük, hogy mindaz, ami történik, csupán azért van, hogy megpróbálja végre magát ez a föld, elcsendesedjék és oda boruljon lábaik alá. Segíts hát, Uram, ezen a nagy pénteken csendben lenni, valódi imádságos csendben, hogy érezzük és hittel köszönjük a vállainkról lekerülő keresztet. És ha közelek is a víz, ha egyre nagyobb erővel kopogtat a vírus harc a kapuinkon, mi lássuk azt, hogy nem vagyunk egyedül. A te vesződ is fotod vigasztalnak, a te kegyelmet őriznek, a te szeretetet tanítnak bennünket. Így nézve ránk Jézus a keresztről, s könyörög érettünk, könyörögj ezért a szenvedő, bűnei közt vergődő világért, könyörögj a betegekért, az életért harcolókért, könyörögj az orvosokért, a vezetőinkért, a lelkipásztorokért. Könyörögj minden emberért, Uram, hogy az Isten bocsánata elérje és megtisztítsa ezt a földet. Így kérünk, Szentlélek, Úristen, jöjj közel Jézus váltságát, hirdesd a szívennek. Amen. Szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, Istennek az az igéje, melynek alapján üzenetét hirdetném, megvan írva a már előfelolvasott igerészben, onnan is újra olvasom Lukács evangéliumának 23. részéből a 34. és a 46. vers egyetlen gondolatát. Jézus mondja, Atyám, bocsáss meg nékik, mert nem tudják, mit cselekesznek. Atyám, a te kezeidben teszem le az én lelkemet. Amen. Szeretett testvéreim, magyar református népünk a nagypénteket tartja az egyik legnagyobb ünnepének. Ünnep, hisz Isten szeretetét, Jézus Krisztus keresztje érzékelteti ma is valóságosan és megérthetően ott a Golgotán. Ott nyert értelmet az oly sokat emlegetett ígéret, úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta érette, hogy aki hiszen ő benne el ne vesszen, hanem örök életet nyerjen. A kereszt egyrészt ítélet és büntetés ma is mindannyiunkra nézve, de ugyanakkor Isten szeretetének a legnagyobb csodája, amely kiáramlott egykoron erre az egész világra. A legelső szó, ami elhagyja a szenvedő Krisztus ajkát, imádság. Közben járunk könyörgő kiáltás az Atya Isten felé, ezért a világért, azokért, akik megfeszítették őt. Nem átkot mond, de nem is áldás. Testvéreim, Jézus könyörög. Érted és értem. Mindazokért, akik ma nem bírják már a karantén szabályok betartását, mindazokért, akik nem bírnak otthon maradni, mindazokért, akik ma megpróbálnak egymásra figyelni, akik ma is csak azon sírnak imádság helyett és háladás helyett, a megért élet pillanatokért, hogy mi lesz velünk, hogyan tovább, mikor ér el, vagy mikor megy túl rajtunk a víz. Atyám, bocsáss meg nékik, mert nem tudják, mint cselekszenek.
Atyám, bocsáss meg! 2020 nagy péntekének első és legfontosabb kiáltása ez. Eljutni, testvéreim, arra az élet tudatra, melyet megélt az Allator is, ott a Golgota keresztjén, megszólítván társát, az Istensen féledete, hiszen te ugyanazon ítélet alatt vagy, és mi ugyan méltán, ez pedig semmi méltatlan dolgot nem cselekedett. Mi ugyan méltán. Sokszor, tudjátok, úgy érzem, méltán éli meg ez a mai világ a koronavírus viharát. Atyám, bocsáss meg! Nem tudjuk kimondani ezeket a szavakat, testvéreim, ezen a nagy pénteken. Nem könnyű megérteni és átérezni Isten szeretetének ebbe csodáját. És ha szétnézünk, üresek a padok itt a templomban, zárva az ajtó, zárva kellene, hogy legyenek, és sokféle zárva vannak a kapuk is, bár a vírus szeret ott dörömmel rajta. Nehéz van kimondani, és nem egyszerű arról beszélni, szeret az Isten, hisz az egész világ azt kérdezi, valóban, tényleg szeret még bennünket az Isten. Az ember örök tragédiája ma is, hogy cselekedeteinek következményét, atyám, fiaim, csupán utólag a vízben veszi észre igazán. Tudod-e, testvérem, azt, hogy mit miért teszel valójában ezen az ünnepen? Hogy mit miért cselekszel? Tudod-e és érted-e már úgy igazán, hogy érdemes volt-e elmenni, dolgozni, pénzt keresni, megélhetést keresni? És érzed-e azt, hogy tényleg valóban megérte hazajönni? Tudod-e, miért szúkolódik a lelked úgy valóban a karantén szabályai között? Vagy miért lettél csendben, és nem jönnek fel szabad az ajkadon? Sokszor úgy látom, nem tudja már a mai világ, mint miért cselekszik. Hisz a miértekkel, atyám, fiai, tudjuk elfogadni igazán valós élünket a mai világban. Az emberi miértek azok, amelyek van úgy, hogy kitakarnak, és egyszerre be is takarják az életünket. Ezzel szemben Jézus tudta, és tudja ma is azt, hogy mit miért tesz. A megnyugvásnak szavai ezek, amelyen egy isteni személy tűri a szenvedéseit. Atyám, mi emberünk, de mégis mi fenséges ez a megszólítás ezen az ünnepen. Értelmét talál, az a következő kis történet mutatja meg nekünk a maga valóságában, amelyet nemrég olvastam. Egy 10 éves fiú gyermek kórházba kerül, súlyos műtét várja, mivel a szervezete nem engedi meg az altatást, érzéstelenítéssel fogják a műtétet elvégezni. A családnak egyetlen kérése van, hogy legalább az édesapa legyen ott gyermekével. Az orvosok nagyon nehezen mondják ki az igent. Vágják a mélyénél mélyebb sebeket, és a gyermek tűr és hallgat. Az édesapa nem bírja már az egészet, és szinte akaratlanul felhassa a lelkéből a hangos kiáltás, elég, hagyjátok abba. Gyermeki arc
az eltorzult fájdalomtól apjára néz, és csak annyit tud mondani csöndesen, atyám, és nagyon nehezen, de megszorítja édesapja kezét. Atyám, testvéreim, ebben a szóban, érintésben benne van a fiúi engedelmesség, benne van a megnyugvás és a türelem megszentelt érzése egyformán. Ehhez hasonlítható az a poház, ami elvadja Jézus ajkát ott a Golgotán. Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mint cselekesznek. Jézus imádkozik népéért, Isten bűnbocsátó kegyelméért, és által szögezett karjai közzé veszi ezt az egész ember világot, hogy a ma szenvedések között is érezhesse minden lélek, van, aki értünk szenved, van, aki helyettünk szenved, és az élet legnagyobb kínjai között is áttörel, megtart, és mindannyiunkat oda emel, oda visz az élő Isten elé. Amikor, testvéreim, közeledik a víz, amikor elér a szenvedés, amikor úgy érzed, hogy én nem bírod tovább ennek az életnek a mai viharát, kiálts. Ugye ez a gyermeki lélek a történetben, atyám, és ragadd meg azt a két által szögezett kart, ami ma is kinyújtva tartja ezt a földet, és azért van felemelve, kitárva, hogy az embernek, neked és nekem legyen lehetőségünk belekapaszkodni, legyen lehetőségünk rá támaszkodni. Mert tudod, testvérem, ez az atyai kéz az, amely egyedül ezen a földön képes arra, hogy átvigyen mindannyiunkat életünk Via Dolorózáján, és ha megragadjuk ezt a kezet, egy hajszál sem esedik le fejünkről, higgyétek el, az ő tudta és akarata nélkül. És legyen bármilyen hosszú, hisz ez a válság, amiben élt ez a világ, érjen bármilyen nehézség is mindannyiunknak, lássuk és halljuk Krisztus szavát mindannyian, amely elhangzik ezen a nagy pénteken, ott a Golgotán a világ felett elvégeztetett. Elvégeztetett. Ez a szó az, ami lezárja a szenvedést, elveszi a kint, és hirdeti a bűnök bocsánatát e teremtett föld felé. Elvégeztetett. Atyám, a te kezedbe teszem le lelkemet. Testvérem, vajon menni fog ez neked ezen a pénteken? Mennie kell, mert ezekkel a szavakkal a jövőmet, mindazt, ami rám vár ezen a földön, tudom csak teljes bizalommal annak a kezébe helyezni, aki valóban szeret engem. Nézzétek, a Gecsemáné kertben nagycsütörtök este még teljesen emberi kiáltást hagyja el a mi üdvözítő kajtánk. Atyám, ha lehetséges, újjék el tőlem a keserű pohár. Ott a Golgotán is úgy imádkozik, mint bárki a szenvedés vihara alatt. Én Istenem, miért hagyál el engemet? És a végén, az utolsó pillanatban mégis alázattal teszi meg kezét,
életét a mennyei Atya kezébe, abba a kézbe, amelyikből elvette a keserű poharat, abba a kézbe, amelyik ráengedte, ha lehet így fogalmazni, a világ bűnét lelkére. Most mégis az emberi vég pillanatnál a halál óráját közeledve Jézus beleteszi kezét az ő kezébe. Próbáljuk hát ma mindannyian együtt megérteni, hogy bármilyen nehéz terhet is rak ránk Isten keze, mindig csak azért, hogy megértsük a legjobbat, a legcsodálatosabbat, amit adni akar mindannyiunknak, az örök életet. Kedves testvérem, ragadd hát meg ezt a kezet, kapaszkodj bele ebbe a kézbe, mert a szív, amely mögötte van, hidd el, hogy ma is halálosan szeret téged. Atyám, a te kezedbe teszem le lelkedet. Látod, hogy Jézus is ismeri ezt a kezet. A teremtő kezet, amely mindent alkotott ezen a világon, a legerősebb, de mégis a leggyöngédebb kezet. Gondolj arra, a testvérem, hogy Isten keze egyszer emberi kézé lett, húsból és vérből lévő kézé, Jézus kezévé, és az egyetlen kéz a földön, amelyik soha nem mozdult faga felé. Ez az egyetlen kéz, amelyiknek soha nem volt az a vágya, hogy magának szerezzen. Ez a kéz, testvérem, csak adott és áldott. Ez a kéz, amelyet soha nem szennyezett be bűn. És ez a kéz, most nézd, oda van szegezve a Golgotára, ott láthatod véresen és összeroncsolva, azért, hogy ennek a világnak, a mi világunknak, testvéreim, élete lehessen. Látod-e már lelki szemeiddel ezt a véres kezet? Neked Isten megmutatta már, hogy bűneid büntetése is rajta van. Testvérem, ismered-e ezt a kezet? Jézus mondja, Atyám, a te kezedbe teszem le lelkemet, ő maga teszi le. Az egész szenvedés történetben, testvéreim, ha visszanézzük, Jézus a cselekvő. El akarják fogni a Gecsemánéban, amikor közel érnek hozzá, földre estek, akkor Jézus az, aki megkérdi, kit kerestek? A názáreti Jézus, én vagyok, mondja, ő maga lép oda, ő maga adja oda magát, ha ő nem adta volna, sosem kötözik meg, senki sem veszi el az én életemet, mondja, maga adom oda, ő maga. Érzed ezt a csodát, melegíti-e már ez az ajándék a szívedet? Vagy elfordulsz, elbújsz, mint nagyon sok ember ebben a világban. Mielőtt menekülsz, testvérem, a vírus szere elől, vagy Jézus elől, a Golgota keresztjén, nézd, ő az egyetlen cselekvő. Bocsánatért jár közbe a gyilkosaidnak. Atyám, bocsáss meg nekik. Megnyitja a mennyet egy megtérő lator előtt, még ma velem leszel a paradicsomban, aztán elvégzi, amiért küldetett, elhangzik a jaj szó, elvégeztetett, és utána kimondja, Atyám, a te kezedbe teszem le lelkemet, én magam teszem le,
a te kezedbe teszem le. Olyan jó volna, ha értenéd, kedves testvérem, helyetted, éretted teszi le, hogy ma te is, én is, s mindazok, akik keresik a kegyelmet, kaphassanak új lelket, szent lelket, onnan fölülről való életet. Jézusnak át kellett mennie a halálon. Megrendítő a mondat, ami következik, aztán meghalt. Az élet halt meg. Az egyetlen ember, akinek nem kellett volna meghalnia, de átmegy ezen, éretted, helyetted, mindannyiunkért. Ó, kedves testvéreim, mennyire kell ma e két által szögezett kéz ennek a világnak. Milyen jó lenne letenni az életünket, ezt a világunkat ebben a két kézbe. Milyen jó lenne megtanulni benne bízni, oda bízni. Tudom, sokan kérdik, hogy hogyan, hol, miként lehet ezt megtenni. Borulj le Jézus Krisztus keresztje alatt. Borulj le ott, ahol éppen ma vagy, és hallgatod ezt az ige hirdetést, és mondd el Jézussal együtt, Atyám, a te kezedbe teszem le lelkemet, és akkor megérted azt, amit az egyik énekíró így fogalmazott. Bízom benned, Uram Jézus, benned bízom egyedül, kit kegyelmed árja hordoz, az biztos üdvözül. Egy történetet hogy mondjak még el, egyszer összehívtak egy beszélgetésre nagyon sok árva gyermeket, és megkérdezték tőlük, hogy mi a legnagyobb vágyuk. Az egyik kisgyerek a következőket mondta. Én azt szeretném, ha volna apukám, és aztán beletehetnél kezemet az ő kezébe, és csak mennénk, és mennénk, és mennénk együtt, kéz a kézben ebben az életben. Ó, bár ennek az egész világnak minden árva gyermeke, te is, én is, kedves testvérem, úgy szeretne, ha volna valaki, akinek kezébe beletehetnéd a kezedet, aztán csak menni gond nélkül, menni aggódás nélkül, menni félelem nélkül. Ma, ha megnézem ezt az életet, tulajdonképpen erre van igazán szüksége ennek a teremtett világnak, Jézus kezébe beletenni a kezünket, és vele menni tovább, elmondva, Atyám, a te kezedbe teszem le az én lelkemet, életemet, jövőmet, családomat, bajaimat, betegségeimet, a te kezedbe teszem le, és a kezedbe teszem le, Uram, a halálomat is. Mert azt mondja Isten ígéje, mint féltek, ó, kicsi hitűek, ez a kéz, a megtartó kéz ebben az életben. Valamikor régen, mikor még csak egy híd kötötte össze Pestet és Budát, egy édesapa elküldte 10 éves fiát Pestről Budára, hogy sürgősen át kell mennie és elhozni valamit. Ahogy elindul a gyermek, és a kapu aljba meglátja az eréje táruló Dudát és az azon áttévelő fahidat. Ezt kérné, édesapám, biztos, hogy elég erős az a híd, ki bír, át tudok menni rajta. És nézzétek, testvéreim, milyen az atyai válasz. Nézd, fiam, szerintem elég erős a híd,
Nézd, mennyi szög van rajta, mennyi szöggel van megerősítve. Kedves testvérem, a szögek Jézus kezén és lábán, a töviskorod a szögei, a korbács nyomai, az egyetlen híd, az egyetlen biztos híd ebben a mai világban, amely az életből, az örök életbe tudja átvinni az embert a halálon keresztül is. De átmennél rajta, vállalod azt, hogy átvérni rajta, hisz ma is nyúlik feléd, és felém ez az által szökezett kéz, el tudjuk-e mondani együtt ezen a nagypénteken, Atyám, a Te kezedbe teszem le lelkemet, életemet, halálomat egyformán. Hidd el, ez a kéz még sosem ejtetlen senkit, s bármi viharból nyúlt is felé a bűnös ember, annak is hirdette, még ma velem leszel a paradicsomban. Tudom, hogy félsz. Tudom, hogy ott van a lelkedben, testvérem, a rémület, hisz már itt a kapuinkon zörget a baj, az ajtók előtt, hisz ott van a lelkedben a kérdés, mi lesz, hogyan tovább megússzuk, átmegyünk rajta, gond nélkül, halál nélkül, fájdalom nélkül. Végére még egy történetet hoztam. Napóleonról szól, aki szeretett az esti tábortűz mellett körbe menni a katonák között, meghallgatni azt, hogy miről beszélnek. Egy ilyen alkalommal, mikor hatalmas volt az ellenség, Napóleon a következőt hallgatta az egyik tábortűznél. Sokan vannak, többen, mint mi. Lehet, hogy elveszünk holnap reggel. Oda ment a katonáihoz a császár, és a következőket mondta. Fiúk, rosszul számoltok, mert nem számoltatok vele. Kedves testvérem, ezt Jézus mondja. Ma neked, ennek a viharmelt világnak, emberek, rosszul számoltok, mert nem számolsz velem, én ott leszek melletted. A kísértéseidben, a nehézségeidben, a problémáidban, a vírus terjedésében, a beteg ágyon, a halál közelettében, én ott leszek veled. Kedves testvérem, tedd le hát lelkedet, életedet az ő kezébe. Mondd el ma Jézussal együtt a Golgota utolsó fohászát. Atyám, én nyomorult és parágyi ember, ha megengeded, a te kezedbe teszem le lelkedet. És ha ezt el tudjuk mondani, akkor megérti minden lélek, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem eljövendők, sem következendők, sem hatalmasság, sem mélység, sem semmi más teremtvény nem szakíthat el bennünket Isten szeretetétől, mely vagyon, ami Urunk Jézus Krisztusban. Ehhez csak az kell, hogy úgy igazán, komolyan, kedves testvérem, az ő kezébe tedd le lelkedet, és imádkozz, Atyám, fogadj el engemet. Amen. Jártak testvéreim, csendesedjünk el. Istenünk, drága jó Atyánk, olyan jó megállni a kereszt alatt ma, érezni és hallani, látni és átélni, hogy mindaz a kín, mindaz a szenvedés, mindaz a próba, ami bennünket ér, csak egy lehelletnyi, egy mágszemnyi,
mindahhoz a fájdalomhoz képest, amit te szenvedtél helyettünk ott a Golgotán. Köszönjük neked, Jézus, hogy vállaltad a kereszthalált, vállaltad a tövis koronát, az ostor csapást, mindazt, mint én a mai ember hoztam reát, azzal, hogy nem hallgatlak, azzal, hogy sokszor nem figyelek rád, azzal, hogy csak azt tudom kérdezni a vésznek idején, Örök Isten, merre vagy. Segíts, Uram, meglátni azt a kegyelmet, amit Jézus hirdet a benne bízóknak. Mert olyan jó hallani, hogy ma is bocsánatot kér a számomra. Olyan jó hallani, hogy ma is oda teszi a pontot az élet szenvedései végére, és elhangzik az utolsó jajszó, elvégeztetett. De a legtöbb és a legfontosabb, amit megteszel, amit én is szeretnék már megtenni, Uram, Atyám, a Te kezedbe teszem le lelkemet. Így kérünk, Jézus, fogadj el bennünket, fogadd el ezt a viharvelt virágot úgy, amint van. Ne nézd, hogy emberi harcokat harcolunk, ne nézd, hogy emberi dolgokba próbálunk kapaszkodni. Nézd a szenvedő, hozzád fohászkodó, hozzád kiáltó lélek kiáltásait, és fogadj el bennünket úgy, amint vagyunk. Könyörülj azokon, akiket elért a víz, akik betegágyon feküsztek, akik levegőt kapdosva keresik és kutatják az Isten gyógyító szeretetét. Segíts, Uram, bele kapaszkodniuk a Te által szögezett karjaidba. Segíts, Uram, azokat, akik mellettünk állnak, az orvosokat, az ápolókat, mindazokat, akik harcolnak a vírussal szemben, és mindazokat, akik imádkoznak azért, hogy Isten bocsánatát elnyerje végre ez a világ, és meggyógyulhasson. Így kérünk, Urunk, készíts a feltámadás hajnalára, így adj nekünk lelki közösséget a tévé képernyők előtt, hogy amikor megtörik a kenyeret minden családban, minden hajlékban, minden magányos szívben megjelenjél te magad, és hallja és érezze a lélek, ez az én testem, amely ti érettetek megtöretik, ez az én vérem, amely ti érettetek kiontatik. Segíts, Uram, ott lenni a Golgotán, s a te vacsorádban kegyelmet, gyógyulást és feltámadást nyerni minden léleknek, akik bűneiket töredelmesen megvallva, lelkünket megpróbálva borulnak elé. Így kérlek, Jézusom, légy mellettem, az új élet ajándékát hozd el nekem. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te nevet, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kegyelmünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Adakozzunk jó szívvel, tudván, hogy a jó szívű adakozót szereti és megáldja az Úr. Mindezeknek utána Istennek népe, áldjon meg tégedet az Úr, és őrizzen meg tégedet. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te reád, adjon néked testi lelki békességet és örök életet, ami Úrunk Jézus Krisztus által. Amen. Szeretett testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban nem könnyű megszólalni ezen a nagy pénteken. Nem csak azért, mert üres a templom és zárva vannak az ajtók, hanem talán azért, mert
a feltámadás csodáját nem ünnepelhetjük meg együtt itt az Úr hajlékában. De hiszem és remélem azt, hogy a tévéképernyők előtt ezen az ünnepen 2020 húsvétján egyé válhat minden magyar szív a Kárpát-medencében. Főtiszteletű püspök urunk felhívásához csatlakozva hirdetném a testvéreknek a bűnbánat fontosságát, a lelki elcsendesülés ajándékát, és kérnék mindenkit krisztusi szeretettel, hogy akik úgy érzik, hogy együtt szeretnének lenni minden feltámadást ünneplővel, azok húsvét reggelén elcsöndesedve, imádságos lélekkel önvizsgálatot tartva készüljenek a lelki együttlétre. A Duna televízióban délelőtt 9 órától kezdődik egy Kárpát-medencei református úrvacsorai istentisztelet, ahol a Kárpát-medence magyar reformátussága, az anyaország reformátussága együtt ünnepli a feltámadás csodáját, és éli meg az úri szent vacsora ajándékát. Bogárdi Szabó István, a magyarországi református egyház zsiratának lelkészi elnöke hirdeti majd az igét is, szolgáltatja a szent jegyeket. Kérnék mindenkit, akik készek arra, hogy együtt legyenek, készítsék el előre a mai helyzethez adódóan kis poharakba a bort és a kenyeret, és amikor a lelki pásztor majd felemeli a kenyeret, a családfőket kérnék, hogy imádságos lelkülettel adják tovább szeretteiknek, és ugyanígy a poharat is. Higgyük el, kedves testvéreim, hogy lélekben Krisztussal leszünk együtt. Ma minden családfő legyen pappá, a gyülekezetének, a családjának lelkipásztorává, és imádsággal készüljünk együtt erre az alkalomra, hogy a feltámadás csodáját együtt ünnepelhessük meg. Tehát az úrvacsorai istentiszteletre vasárnap reggel, húsvét reggelén 9 órakor kezdődik a Duna televízióban, csatlakozzunk ennyihez mindannyian. Mi pedig a Kisgejőci és a Korlát Helmeci gyülekezet tagjaiként is legyünk ott együtt. Húsvét második napján fogunk közvetíteni újra istentiszteletet, húsvét első nap a magyarsággal együtt ünnepeljük mindannyian. Áldott, békés húsvéti ünnepeket mindannyiunknak, hogy a feltámadás ajándéka elhozza az élet gyógyulását végre ennek a világnak. Az Úr legyen bennünk.